Így néz ki a frissen átadott Gyurgyalak tanösvény és tornapálya Berekfürdő határában. A megvalósításhoz a Tiszató térségi fejlesztési tanács hazai forrásból közel 40 millió forintos támogatást biztosított. Egy nagyon régi vágya teljesült Berekfürdőnek ezzel, hogy a Gyurgyalak tanösvényt, erdélytornapályát most átadtuk, hiszen régóta vágyunk az, hogy ne csak a fürdőnk legyen meg, ami nagyon fontos, hiszen az érteti Berekfürdőt, hanem fürdésen kívül mást is lehessen csinálni Berekfürdőn, és ehhez szeretnénk minél jobban a természetet bevonni. Közel van a Hortobágyi Nemzeti Park, gyalog is vagy fáradt biciklivel ki lehet menni, oda pár kilométerre kezdődik a Nemzeti Park széle Berekfürdőtől. Tiszató kicsit messze van, oda már inkább autóval vagy tömegközlekedési járművel lehet menni. Bár reménység szerint bicikli út ott is lesz majd, és akkor azzal is lehet menni. De itt közvetlen környezetünkben egy erdei tanösvényt, erdei tornapályát nagyon régóta tervezünk. Először egy másik helyen, másik erdőrészletben gondoltuk, de végül is emellett erre esett a választás. Részben a berekfürdőieknek nagyon fontos. Hál' Istennek egyre több embernek van meg az igénye a mozgásra. Van, aki fut, kocog, de van, aki inkább csak sétálna, és erre a legjobb valóban az erdő, az itteni friss levegő. És az is fontos még, hogy ennek kapcsán akár gyerek, akár felnőtt jobban megismeri az erdőt, megszokja, megszereti, akkor itt is, de távolabb menve más is az erdőkbe szívesen megy, megtanulja, hogy kell vigyázni, hiszen vannak itt ismeretterjesztő táblák kirakva, nem csak tornaeszközök, azok is vannak, de ismeretterjesztő táblák is vannak. Ezek inkább ilyen gondolatébresztő, rövid kis kiírások. Tehát abban bízunk, hogy ez megmozgatja az embereket sokkal jobban, mint ahogy ugye első ránézésre gondolja az ember. Az egész a pályázat az régebben kezdődött, de a hosszas előkészítés és papírmunka után a kivitelezés az nem egészen 3 hónap alatt megvalósult, úgyhogy ezt nagyon köszönjük a Nefag ZRT-nek. A tanösvény a nevét a madármegfigyelő toronyból megfigyelhető Gyurgyalak kolóniáról kapta. A kilátogatók az 1300 méter hosszú tanösvény bejárása során tematikus állomásokon játékos formában szerezhetnek ismereteket az erdő élővilágáról, közvetlen környezetünk tájtörténetéről, vízrajzáról. A tanösvény mellett több ponton tornaszerek is telepítésre kerültek, ahol az erdő hűsében sportolásra is lehetőség nyílik. A legfontosabb az volt, hogy minél szélesebb réteg számára tegyük élvezhetővé és élményszerűvé az erdőlátogatást, az erdőjárást. Tehát olyan elemeket próbáltunk beletenni, amelyik egyaránt jó lehet és érdeklődést felkeltő lehet a kisebb gyermekek, től kezdve egészen az idős korosztályig. Tehát van ennek egy ilyen sétáló erdő jellege, egy ilyen kis nyugodt szemlélődő jellege, és ehhez igazítottunk bizonyos beruházási elemeket, és van olyan része, ami kifejezetten az aktivitást, a sportolást ösztönzi, ezt tartalmazzák a tornapályai elemek, illetve az alapvető cél, hogy a természet ismeret minél gazdagabb legyen itt a kilátogatóknál, a megfigyelés, természet megfigyelésnek is helyszíneket tudtunk biztosítani. A legfontosabb cél az lenne, hogy értékelni tudja mindenki azt a különbséget, hogy milyen az, amikor bent vagyok a településen, bent vagyok a fürdőterületén esetleg, vagy bent vagyok lakott területen, vagy kint vagyok a mezőn, amin keresztül kell jönni, hogy ide elérkezzem, és milyen érzés az, és milyen klíma, milyen környezet fogad akkor, amikor belépek az erdőbe. Érezzék át azt, hogy ez itt ebben a térségben is, és az egész ország területén egy kincs. Mi magunk erdészek úgy is tekintünk rá, hogy ez egy zöld vagyon. Ez az országnak a zöld vagyona, kincsként kell rá tekinteni, és kincsként kell megőrizni. Ez különösen igaz itt az alföldi körülmények között, ami nem az erdőknek az őshazája, hanem inkább az erdőtenyészetnek a határ mesdjéjén helyezkedik el, és nagyon meg kell becsülni minden erdőt, ami már van, és törekedni kell arra, hogy minél több legyen.
A létesítmény a Tatár Ülés utca felől megközelíthető gépjárművel vagy kerékpárral is, de a tanösvényre csak gyalogosan lehet bemenni. Gépjárművel parkolni a Nagy László utca lehetséges. A kerékpárokat a tanösvény köszöntő táblája melletti kerékpártámaszoknál lehet elhelyezni. Itt bicikli szervízpont is telepítésre került. Minden olyan kísérő létesítménnyel el van tehát látva Berek-fürdő tüdeje, ami ahhoz kell, hogy a természet szépségeiben gyönyörködni lehessen. Nem csak egy természeti, környezeti és sportolási szolgáltatást nyújt a településen élő számára, hanem segít abban is elmélyülni az ide érkezőknek, hogy milyen természeti értékek, milyen páratlan ökoszisztéma jellemzi az Alföld erdeinek élővilágát, és konkrétan Berek-fürdőnek a sajátosságét a Gyurgyalag élőhely bemutatásával. Ugyanakkor egy nagyon fontos és fenntartható ága a turizmusnak az aktív és ökoturisztika, ami a Tiszató térségében különleges figyelmet érdemel, és Berek-fürdőnek van még egy sajátossága, a gyógyturizmus lehetősége, ami a szabadidő hasznos eltöltésével együtt egy nagyon komoly vonzerő a tó térségében, hiszen Berek-fürdő adja szinte a Tiszató térségébe érkező vendégek részéről a vendégészakáknak az egyharmadát, egynegyedét, mikor milyen az évjárat. Most ebben az évben 130 ezer vendégészakát adott eddig augusztusig Berek-fürdő, és abban bízunk, hogy ez a szám ez növekedni fog, és az ide érkező vendégek a strandfürdő szolgáltatásainak igénybevétele után, vagy a nagyon forró, hőséggel terhelt napokon, vagy akár csak a természetjárás szépségéért, örömeiért ki fognak ide látogatni, és ki fognak ide látogatni a helyi fiatalok, a gyermekek, sportolni, a szabadidőt aktívan és hasznosan eltölteni, az idősebbek is nagyon szép és a járást könnyítő, rugalmas felületen tudnak sétálni, akár kocogni, és ez bizony egy olyan kiegészítés a berekfürdői turisztikai kínálatnak, ami egyben az életminőség javítására is szolgál, az itt élő berekfürdőiek életminőségét és a település vonzerejét egyszerre növeli. A hivatalos szalagátvágás után Berek-fürdő legújabb látványossága már várja látogatóit, amelyre már csak vigyázni kell, hogy a lehető legtovább megmaradjon olyannak, amilyennek, természetesnek.